A Dunakanyarban élünk, Sződön, és nagyon sokat járunk a környékben kirándulni. Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen különleges szőrzetű kutya, mint a Chow Chow, akinek dupla szőre van, tehát egy ajszőr és egy aszborító koronaszőr, nincs kitéve az élősködő okozta veszélyeknek, de ez nem így van. Hiába ez a nagyon vastag, áthatatlannak tűnő bunda, a lábukon, az orrukon, a fűben való szaglászás közben, a hasukon, a hasszőrükön ugyanúgy fel tudnak mászni az élősködők, például a kullancsok, vagy akár a szúnyogok is meg tudják őket támadni, és az általuk okozott betegségeknek így ki vannak ők is téve, illetve ennek a veszélynek. A már kialakult bőrférgesség ellen sajnos nincsen Magyarországon törzskönyvezett készítmény, ami gyógykezelésre alkalmas. Pont ezért nagyon fontos a megelőzésre való odafigyelés, megelőzésre viszont több különböző csepp is rendelkezésre áll. Ezeket, ha a szúnyog szezon alatt havonta rácsepegteti a tulajdonos a kutyájára, akkor gyakorlatilag megelőzhető a szívférgesség, a bőrférgesség, illetve akár egyéb szúnyog által terjesztett kórokozóknak a kialakulása is. Ez főleg akkor igaz, hogyha olyan cseppet választ, ami ugye szúnyog elleni hatással is rendelkezik.